Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, Bősről jelentkezünk a Kis Foci Nagy Szív sorozatunkban. Hát nagy szívvel készülnek a srácok, és fociztak is eddig. A Tóth Laci góllövővel és a Zsigmond Kevin előkészítővel, ugye Spielmacherrel valójában beszélgetünk, tehát ő is gólokat szeret lőni. Azt mondták, hogy egyáltalán nem elégedettek az eddigi teljesítménye. Mondom, gondolom az edző meg még inkább nem, vagy be lehetett volna gyűjteni talán mind a 12 pontot. Ja, persze. Most, ha úgy vesszük, lehet, hogy a három meccsből, amit kint játszottunk, szereztünk 7 pontot, de szerintem még az otthoni meccs is a Pata ellen. Hát, lehet, hogy meccs előtt még kint is a gyallán úgy vettük volna, hogy azt egy pontot igen, de meccs után már mondtuk, hogy többet vártunk volna, több lehetett ebből a meccsből többet kihozni, és ugyanúgy a Pata ellen is otthon nagyon sok helyzet kihagyás volt, és sajnos 14-esé rúgtuk be, de ha, ez van foci valamikor ilyen is, nem mindig potyog, de bízunk benne, hogy most ezzel a 3-0-ás nyereséggel megtörtük a jeget. Igen, én már említettem a srácoknak is, hogy egy kicsit tartottam, mert Udvard úgy nézett ki, egy erős csapat, ugye ukrán légiósok is vannak ott, tehát gondolom ez nagy fegyvertény, és ha már említetted te, mint csatár, volt góllövő, akkor azt lehet mondani, hogy ha ezen javít a Bős, akkor sorra fogna nyerni a meccseket, mármint az, hogy jobban kihasználni a helyzeteket. Ez az egyik dolog, igen, ami az a kihasználás helyzetekben, de ugyanúgy a fiúkkal is most átvettük ezt egészet, hogy nagyon sok azért teret, még a helyzetet is hatnunk ellenfélnek ebbe is a meccsben, és a ugyanúgy többi meccsen is, ahol fölösleges hibánkból úgy mondom, lóra tesszük kicsit a ellenfelet, és aztán minket kezdünk olyan görcsösebbek lenni, de mondom, igen, azok a helyzet kihagyások is, de még ezen is kell javítanunk. Hát én szerintem megvédem a srácokat, de neked az a dolgot, ne véd meg, hanem szidd meg őket, vagy szigorral lép föl, de tehát Tóth Laci 25 éves, a legidősebb a csapatba, de a taktikai érettségét azt majd meccsről meccsre a srácok biztos szereznek. Így van, fiatal, nagyon fiatal ez a keret, ez 19 évesek, 18, még ezeknek még idő kell egyszerűen, de kemény munkával, amit dolgoznak magukon, szerintem még ha keményen fog tovább is dolgozni, akkor még nagy dolgokat elérhet az a csapat. Ugye már előbb megkérdeztem srácokat, ugye, hogy most a negyedik ligában szerepel a Bős, valamikor a fénykorában szerepelt, a második ligában volt ezüstérmes is, meg negyedik helyezett is. Van esély arra esetleg, hogy azon gondolkodjatok egy 5 forduló múlva, hogy talán ez a csapat kacsingathat fölfelé is? Még korai, de... Elsősorban mi koncentrálunk arra a kemény munkára. Az egyszerűen az lesz az a alfa, amíg itten nálunk, hogy a kemény munkára minden is edzésen, minden egyes meccsen lehozni azt a 90 percet 100%-ra, és amit hoz a jövő, azt majd még lássuk. Ennyit hozza. Fiatal edző, Johancsik Patrik, Bősön fiatal csapat is, úgyhogy fiatalos lendülettel verjétek meg a NASZVAD-ot, és a sorra következő ellenfeleket ehhez kívánok neked sok erőt, türelmet és kitartást. Johancsik Patrik, a Bőség edző. Köszi szépen, köszönjük.